Szeretettel köszöntök mindenkit. Keressük keresztény életünknek az erőforrásait, keressük egyházunk tanításában azokat a pontokat, amelyek erőt, bátorságot adnak nekünk, és keressük azokat a pontokat is, amelyek életünk mindennapi boldog megéléséhez erőt nyújtanak nekünk. Keressük a boldogságot, keressük, hogyan lehetünk boldogok, hogyan tudunk másokat boldogítani, és elibénk áll meghívásként, felszólításként Jézus Krisztusnak a tanítása a boldogságmondásokról. Boldogságvágyunk megkérdőjelezhetetlen. Erre utalnak vágyaink, cselekvéseink erre irányulnak. Azok a jó kívánságok, amelyeket megfogalmazunk egy-egy ünnep kapcsán, egy-egy évforduló kapcsán, egy-egy személyes ünnep kapcsán, ezek mind-mind boldogságot kívánnak a másik embernek. Életünk részévé válik, kikerülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen részévé a boldogság vágyása, a boldogságnak a munkálása. Mindenki boldog akar lenni. Sok esetben leegyszerűsítve, de mégis a lényeget megfogalmazva, úgy látjuk, hogy életünk értelme, célja, hogy boldogok legyünk. Látjuk azonban, hogy nagyon sokféle boldogság út mutatja magát. Ugyanakkor ezekben a boldogság utakban, amelyek életmódra, amelyek valamiféle megfoghatatlan életállapotra, önmegvalósításra, életvezetésre irányulnak, nagyon sok a bizonytalanság. A boldogtalanságot nem tudjuk elfogadni. Veszélyként érint bennünket. Nem akarjuk elfogadni. Fáj, elsorvaszt, leszűkíti lehetőségeinket, leszűkíti fantáziánkat, kínoz, sok esetben megbetegít bennünket. Azt is látjuk, hogy a boldogság és a boldogság utáni vágyunk is nagyon törékeny. Sok esetben félünk az idő múlásától, mert amit most boldogságként élünk meg, az holnapra elmúlik, talán az ünnepek is ezt a félelmet is hordozzák számunkra. Nagyon törékeny a boldogság utáni vágyunk, boldogság élményünk, mert a körülmények is változhatnak. Az anyagi javak bőségéhez vagy hiányához is kapcsoljuk sok esetben a boldogságra irányuló elgondolásainkat, vagy éppen a boldogságnak a definícióját. És ott van egészségünknek az esetlegessége is, amelyért felelősek vagyunk, de látjuk, hogy csak részben van hatalmunk saját egészségünk felett is. Boldogság vágyunk, az másokhoz való kapcsolatunktól is függ. Társas voltunktól is függ. Mind a saját boldogságunk, mind mások boldogságának a munkálása. Pusztán emberi szinten is teljesen nyilvánvaló, hogy pusztán egyedül nem tudunk boldoggá lenni, és nem tudunk mások boldogságán sem segíteni. Mások cselekedeteinek is nagy hatása van ránk. Körülvesz bennünket egyfajta bizonytalanság boldogsággal kapcsolatban. Van-e biztos valami a boldogságban? Van-e mindenki számára érvényes boldogság, boldogságút? Van-e végleges? És ha van, ki mutatja ezt meg? Számunkra egyértelmű Jézus Krisztus személye és tanítása a boldogság és a boldogságnak az útja. És erről nagyon világosan tanít, amikor a boldogság mondásokat elébénk tárja. A hegyi beszédben olvashatjuk ezeket. Boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik üldözést szenvednek, boldogok a szelídek, boldogok az irgalmasok. Ezek a boldogságmondások első olvasatra sok esetben ellenkeznek emberi elgondolásainkkal. Félelemmel töltenek be el bennünket. Lehetséges ez? Hát épp ezt szeretnénk elkerülni. Épp erről gondoljuk, hogy nem vezetnek boldogságra. Ellenkezik emberi elgondolásainkkal, és csak Jézus Krisztusnak, az engedelmes fiúnak a magatartásából érthető. Mert ezekben a mondásokban benne van a fiú engedelmessége az atya felé, mindent rábíz, bízik benne, tudja, hogy amit az atya kér, az jó, tudja, hogy ami vele történik, az javát szolgálja,
benne van a bizalom, bízik abban, hogy jövőt teremt az Atya az ő a fiának és mindazoknak, akik ráhagyatkoznak. És Jézus is ráhagyatkozik nagy-nagy bizalommal az Atyára. A szegénység az, ami az önkíresítés az, ami megadja a készséget, hogy akarjuk az Atyától ígért boldogságot. Éppen ezért számunkra az engedelmesség, a tisztaság, a szegénység evangéliumi útként jelenik meg, és ez az engedelmesség, tisztaság, szegénység erővel jelenik meg a boldogságmondásokban. Evangéliumi út mindenki számára, nem csak kevesek, nem csak a kiválasztottak, nem csak néhányok számára, minden Krisztus ismerő ember számára. Ezekben a boldogságmondásokban egyértelművé válik az, hogy a boldogság az Atyánál van, tőle kapjuk. Nem csak mint adományt, nem csak mint valamit az életünkhöz, hanem őt magát, a vele való kapcsolatot. Kétségtelen tény, és ezért van szükség az engedelmes fiú magatartásának a magunkra öltésére, ezekben a boldogságmondásokban megjelenik a keresztnek a logikája. Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem pusztul, nem hoz termést. Ha a földbe esik és elpusztul, bőséges termést hoz. Az irgalmasság a boldogság mondások közül is kiemelkedik, hiszen épp az irgalmas magatartásnak a jutalma éppen maga az irgalom. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Nagy kérdés persze az, hogy ezek a Jézusi boldogságmondások, bár nála láttuk, hogy megélhető, mi meg tudjuk-e élni a mindennapjainkban. Jézus példája egyértelmű. És azt valljuk éppen Jézus példáján, az ő halálán és föltámadásán, megdicsőülésén keresztül, hogy ezek a boldogságmondások a mindennapi életünkben is valóságtartalommal bírnak. Akár a lelki szegénységet, akár az üldöztetést illetően, akár a földi javaknak a felhasználását illetően. A boldogságmondások megélése a hétköznapjainkban prófétai jelként jelenik meg, prófétai jelszerepe is van. Vagyis Isten országának az összefüggésében értjük meg. Nem feltétlenül minden elemében tudjuk tetten érni a boldogság minden ember által elfogadott elemét, de a prófétai jelszerepében az isteni boldogság jelenik meg. Azt is valljuk ezekről a boldogság mondásokról, Jézus útjáról, hogy a teljes embert érintik. A teljes életkort, teljes életállapotot, egészséget, betegséget, közösséget, magányt, kiszolgáltatottságot, a teljes embert érinti. Nincs olyan eleme, ami valamely életkorban, valamely életállapotban, valamely ember számára ne lenne érvényes. Ugyanakkor aktív jelenlétet kíván, hiszen az Isten a boldogságra meghív. Úgy akarja adni, hogy bennünket aktív cselekvésre hív. Mert bízunk benne, mert hiszünk benne, mert Jézus példáját akarjuk követni. A boldogság keresése, az Atyától felkínált boldogságnak a befogadása egyszerre meghívás, egyszerre feladat, de számunkra növekedést is jelenti. Szükséges tehát, hogy ne mondjak le a boldogság utáni vágyról. Szükséges az is, hogy nem cserélhetem fel az Istentől, az Atyától felkínált boldogságot hétköznapi örömökre. Jézus boldogságról való tanítása a végleges boldogságra vezet bennünket. És higgyük el magunkról, hogy mind magunk, mind szeretteink számára a boldogság munkálói vagyunk. Hát nagy bátorságot és nagy elköteleződést kívánok ehhez.